Üdvözöllek! Az alábbi másodrendű homogén differenciál egyenlet összes megoldását keressük. Keressük a megoldás yt egyenlő e ad lambda t alakban. Helyettesítsük be az egyenletbe. Az y deriváltja az lambdászor e ad lambda t, az y második deriváltja az lambda négyzetszer e ad lambda t. Azt is tudjuk, hogy az e ad lambda t soha nem nulla, még akkor sem, ha a kitevőbe itt komplex számokat írunk. Behelyettesítve tehát az egyenletbe és azt egyszerűsítve, az alábbi úgynevezett karakterisztikus egyenletet kapjuk. Ez egy másodfokú polinom, melynek egy gyöke van kétszeres multiplicitással, a kettő. Mivel a lambda 1 és a lambda 2 azonos valóság, ezért az összes megoldást úgy írhatjuk fel, hogy C1 meg C2 ször T szorozva E ad 2T, ahol C1, C2 tetszőleges konstansok. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a megoldás. Itt lehet változtatgatni a C1, C2 értékét, és attól függően, hogy ezek milyen értéket vesznek fel, attól függően változik a megoldás grafikonja.